Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy közel a Pannonhalmi Egyetemhez, ami az én alma máterem is, hiszen mind az MSC-met, mind pedig a PhD fokozatomat én a geoik karon szereztem meg. Az pedig külön nagy örömömre szolgál, hogy én erről magyarul beszéletek. Ilyen nyelven még erről soha nem tartottam előadást, angolul és finnül már igen. Szabó professzor úr Attila idén áprilisban látogatott meg bennünket a Helsinki Egyetemen, ahol mind a Természettudományi Múzeum munkatársa vagyok, ahol tartott ezzel kapcsolatban egy előadást az egyetemen is, ahol szerveztünk egy összejövetelt a Magyar Kulturális Központban, a Balassi Intézetben. Jelen pillanatban én soha nem szoktam ilyet csinálni, de írtam egy vázlatot, amit én szeretnék felolvasni. Nagyon sok dolog történt ezzel kapcsolatban. Amit én szeretnék elmondani, az egy korábbi tanulmányomnak az alapja, illetve Szabó professzor úrral írtunk egy következő tanulmányt, tehát egy másikat, ami olyan adatokat, illetve olyan adatokat jelentett. Ennek az egész rendezvénynek, illetve Festetics Imre munkásságának az alapja, egy évezetes alapkérdés, az, hogy ki öröklődik és hogyan. Ennek a nagyon fontos kérdésnek a megválaszolásában egy 200 évek között magyar vonatkozású fordulatot szeretnék elmondani. Ezzel kapcsolatban feltesszük azt a kérdést, hogy miért váltak eddig a megkésett tudományok. Az öröklés kérdésével mélyen gyökerezik az európai tudományos gondolkozásban. Elég itt most csak az epikureista gondolkozás legnagyobb római képviselője, Titus Lucretius Carusra gondolni, aki művében ezzel kapcsolatban foglalkozott. A kérdés változó erősséggel végeztem, mindezzel tisztán jövök más is. A kérdés változó erősséggel folyamatosan felmerült a gyakorlat oldalán is, hiszen a felesítők évszázadok során mindig találkoztak vele. A szakemberek számára viszont nem köztudomású, hogy a genetika első modell szervezetei nem Georg Mendel borsói, hanem Festetics Imre juhai voltak. Távolról sem véletlenül, hogy a juhok váltak a genetika első modell szervezetévé, hiszen a juhok sok oldalú hasznosítandósága miatt kiemelt figyelmet érdemeltek, még a hadipar számára is, hiszen a gyapjú volt a hosszú alkanyaga, tehát a katonaruhák alapanyaga is, amely komoly jövedelmet biztosított ezáltal a jutenyésztőnek. Itt tehát a gyapjútermelés fontos iparággá vált Morvaországban, Brünnben, ma Brno Csehország, a Habsburg Birodalom iparvárosában a 19. század elejétől működő Festetics Imre által csak viccesen juhos társaságnak, Sheepbreeding Society-nak nevezett körben is, ahol a juhnemesítők már 1800-tól folyamatosan foglalkoztak azzal, hogy mi öröklődik és hogyan. A 2000-es évek elejéig az angol száz genetikai tankönyvek többnyire Georg Mendel munkásságával kezdődnek. Egy különös szerzetes, egy magányos zseni, aki borsó kísérletekkel foglalkozott, és 1865-ben az emberi történelem egyik legnagyobb felfedezését olvasta fel, és világított rá arra, ahogy erre korábban senki. 1900-ban, azaz Mendel újra felfedezése óta ezeket a genetikai szabályszerűséget mendeli törvények néven ismerik meg a diákok. Az újra felfedezők Hugo de Vries, Carl Korens, Erik von Csermák kivétel nélkül mind európai egyetemek diákjai, illetve munkatársai voltak. Ezek azok a fő disziplinák, amiket jelen pillanatban Európa szerte tanítanak. Ennek a történetnek azonban van néhány elhanyagolható és hatalmas nagy hibája. Először is Mendel munkásságának újrafelfedezése tele van ellentmondásokkal, hasonlóan ahhoz, ahogy Mendel nem idézte elődjét Festetics Imrét, amire újabb kutatásaink alapján feltehetően nyomos indoka volt,
De a felfedezők közül De Vries sem idézte Mendelt, és ezzel megkísérelte kisajátítani a felfedezés érdemét, annak ellenére, hogy De Vries bizonyíthatóan ismerte Mendel közleményét, ugyanis Martinus Beijerinck még 1900 előtt megküldte Mendel cikkét De Vriesnek, erről Stomps 1952-ben, aki Beijerinck tanítványa volt, Beijerinck halála után egy cikket közölt. Beijerinck azt írta De Vriesnek a cikke mellé: tudom, hogy hibridizációs kísérletekkel foglalkozol, ez a cikk egy bizonyos Mendel által hasznodra fog válni. Másodszor, Mendel saját megalapítása soha nem utal törvényszóval. Ezt a kifejezést pontosabban a szabályt, régel, jelzőt az újrafelfedezők közül először Correns használt 1900-ban, majd tőle vette át Morgan 1919-ben. Harmadszor, és ez most a legeslegfontosabb ezen a mai napon, 1989 óta folyó kutatásoknak köszönhetően kezdtük el felismerni, hogy Gregor Mendel nem volt egy magányos zseni. Mivel az átlökés fontos alapelvével a kapcsolatban Brünnben, a Jóos Társaság tagjai, az 1800-as évek óta Christian Karl André és fiai Hugo Sam vezetésével koncentrált kutatásokat folytattak ezen irányban. Ezeket az alapelveket összegezte Festetics Imre 1819-es cikkében, és később ezeket az alapelveket bizonyította matematikailag a Gregor Mendel 1865-ben. Negyedszer ma az általánosan elfogadott, hogy a genetika elnevezést az átörökés tudományának a megnevezésére először William Bateson használta 1905-ben írott levelében. Tény, hogy Bateson az első között ismerte fel a mendeli szabályok jelentőségét a változatosság és az evolúció kutatásában. 1900 májusában zarándokolt el Brünnbe, és rádöbbent, hogy eddigi kutatásai során téves nyomon haladt. Mendel 35 évvel korábban matematikai pontossággal írta le azt, amit ő főként csirkékkel és egyéb kisállatokkal egy elhagyatott templomban önkéntes hallgatók segítségével végzett átrökítési kísérletei során próbált megérteni. Helyzete kilátástalannak tűnt, mert kísérleteit mindenki zagybaságnak vélte, ezekhez forrást állandó pozíció nélkül a Cambridge-i Egyetemen nem kapott, és éveken keresztül az egyetem menzáján dolgozott. Batesonnak azonban sejtelme sem volt arról, hogy a genetika törvények bölcsője már az 1800-as évek elejétől ott ringott Morvaországban, Csehországban, Ausztriában és Magyarországon. Ez nem róható fel neki, hiszen egyetlen kortársa sem volt ezzel tisztában akkoriban. Ha Batesont elbűvölték Mendel kísérletei, még jobban izgalomba jött volna, ha megtudja, hogy a természet genetikai törvényeit, die genetische Gesetze der Natur nem 35 évvel, hanem 81 évvel korábban, pontosan Brünnben megfogalmazta, és szaklapban közölte egy kőszeg patyi, jónemesítő gróf Festetics Imre, kinek élete sok szempontból ma is rejtélyes és titokzatos. Festetics Imrének az 1810-es években egészen 1820-ig írott saját minősítése szerint is genetikai tárgyú cikkei merinó fajtákkal 16 éven keresztül végzett tudományosan megtervezett beltenyésztési kísérleteinek eredményein alapultak. Kísérleteit a saját birtokain végeztem, abból a célból, hogy neki legyenek a legjobb és legtöbb gyapjút adó merinó típusú birkái, illetve a legtöbb juhtenyésztésből származó jövedelme Batesonnal ellentétben. Ezek a kísérletek vezettek el az átöröklés törvényszerűségének jobb megértéséhez és annak a felismeréséhez, hogy ezek lényegileg új természeti törvények, ezért ezeket új névvel a természet genetikai törvényeinek kell nevezni, és ez a felismerés tekintető a genetika fogantatásának. A beltenyésztésről Über Inzucht írott német nyelvű tanulmánya a gazdasági újdonságok és tanulmányok, angolul Economic News and Announcements című brüni szaklapban a Polisztor szerkesztő által Christian Karl André, aki egy fontos kulcsfigura ebben a kérdésben, a Jóos Társaság titkárának jegyzeteivel jelent meg 1819-ben. Ugyanabban a városban, ahol 1865-ben Mendel egy tudományos tanácskozáson felolvasta, majd egy évvel később publikálta öntermékenyt, illetve beltenyésztett borsóval végzett keresztezésének eredményeit. Mendel Festetics Imre cikkének megjelenése után 3 évvel született.
Nem vitás, hogy Festetics Imre használta először 1819-ben, ma értem a genetikai szakkifejezést azért, hogy világosan megkülönböztesse a természet genetikai törvényeit a természet élettani törvényeitől. Ezért annyira jelentős Festetics munkássága a tudománytörténetben. Bateson rövid Brüni útján alig ha találkozott Festetics Imre cikkével, bár ez a közlemény ott volt ugyanannak a kolostori könyvtárnak a polcain, ahol ő csak órákat töltött, de Gregor Mendel úgy jó 30-35 évet. Nehezen képzelhető el, hogy Mendel, akit szenvedélyesen érdekelt az öröklődés, és sokat olvasott, nem ismerte ezt a cikket. Brüni tanárai, Cyril Nepp és Karl Nessler olvasták, és munkáikban hivatkozták Festetics Imre cikkét, ami egy másik hivatkozással együtt összesen 3 citációt jelent. Gregor Mendel cikkét összesen 11-szer idézték, ami nagyon kevés. Bateson tehát csak Mendel cikkét fordította magyarra, és 5 évvel később Festetichtől függetlenül javasolta az átöröklés tudományának a nevét genetika szakszóval, minden egyéb magyarázat nélkül, 1905-ben. Különös, nem? De honnan ered ez pontosan ez a szó? Illetve Festetics honnan... Rendben. Festetics honnan nevezte ezt az új tudományt genetikának? A görög genetikus szakszó eredeti jelentése keletkezés, formálódás. Ez a szó eredetileg a német természetfilozófia, Naturphilosophie fogalma volt, az az irányzaté, mely a természet, az értelem és a szellem egészét egy hatalmas szervezetnek tekintette, aminek titkait megfigyelésekkel, figyeljenek, tanulmányozhatjuk és feltárhatjuk. Johann Gottfried von Herder nyelvész vezette be ezt a fogalmat a nyelv tudományokba, mely szerint a nyelvek állandóan fejlődő, dinamikusan változó szervezetek, melyek egymással genetikai kapcsolatban állnak. Herder felfogásában a genetika mindig egy közös nyelvre, a nyelvek közös ősére utal. Johann Wolfgang Goethe, aki nem csak a Faustot írta, hanem nagyon jelentős természetfilozófus volt, a genetika szakkifejezést a növényi őstípusokra, ősformákkal kapcsolatban morfológiai értelemben használta. Ezek az eszmék hatottak Charles Darwinra, Alfred Russel Wallacera és ugyanúgy Festetics Imrére. Festetics Imre is a romantika korának kutatója volt, ami semmi mással nem példázható jobban, mint Caspar David The Wanderer of the Sea of Fog című festményével, Vándor a köttenger fölött. De ez a romantikus természetfilozófia csak az átöröklés talányain tépelődött. Festetics kortársainak az öröklődésről vallott nézetei általában filozófikusak voltak, legjobb esetben fiziológiaiak. Festetics Imre volt talán az első, aki átlépett a romantikus természetfilozófián, és alapos gondolkozásnak is megalapozott kísérleteknek köszönhetően vallotta, itt most szeretnék tőle idézni, hogy dolgozz fáradhatatlanul, ha meg akarod tudni, milyen szabályokat ír elő a természet önmaga számára. Mi ez, ha nem egy természetfilozófiai gondolat? Festetics máig érvényes és elméletileg is fontos megállapításai közül az első, a beltenyésztése és szelekcióval rögzíthetők, az előnyös tulajdonságok. Második, a távolít keresztezések haszontalanok és tiszta vonalak nemesítése során a genetikai hibák, lusus naturae, a nemesítésben károsak. Táplálásra, környezetre visszavezethető jelegek nem öröklődnek. Az öröklődés nem egy fiziológiai jelenség, hanem valami más. Ezért új néven genetikainak kell nevezni. Felismerte azt, amit ma dominanciának és szegregációnak nevezünk, amikor kimondta, hogy az egymással szemben álló jelek közül az egyik uralkodó lehet az első hibrid nemzedékben, de a keresztezéssel nem keveri végleg össze ezeket a jelegeket, és ezek ismét külön válnak a következő nemzedékekben. Miért feledkezett meg a tudomány Festetics Imréről? Erre a kérdésre egyelőre csak kérdésekkel válaszolhatunk, de a kérdések némelyikére már határozott felelet is adható.
hozzáférhetetlen volt-e Festeti Imre munkássága a tudományos publikum számára. Német nyelvterületen és szakmai körökben egészen biztosan, hogy nem. Érthetetlen volt, nem volt meggyőző. Aki elolvasta Festeti Imre cikkeit, erre a kérdésre egyértelmű nemmel fog tudni válaszolni. Nem hivatkoztak beltenyésztési kísérletei kortársai, erre a kérdésre is nemmel tudunk válaszolni, hiszen három citációt kapott élete során. És a negyedik és egyben a legfontosabb dolog, talán politikai okai voltak Festeti Imre munkásságának elhallgattatásában. Erre a kérdésre újabban gyűlnek a bizonyítékok. Az már korábban sejthető volt, hogy a monarchiában 1865-ben, tehát egy lever forradalom után, két évvel a kiegyezés előtt egy császár hűszerzetesnek nem nagyon illett egy rebelis magyarra, ráadásul különös gyanúba keveredett magyar arisztokratára hivatkoznia. Ezzel kapcsolatban a legeslegújabb eredményekről szeretnék beszámolni. Ez 1815-ben megalakult a Holy Alliance, vagyis a Szent Hatalom, Szent Szövetség, ami az első Ferencet, az orosz császárt, illetve a porosz uralkodót vonta magába. Első Ferenc 1795-ben mindenféle titkos társaságok és liberális összeesküvők tevékenységét megtiltotta. Christian Karl André, aki ezen kutatásoknak, illetve a Juhos Társaság vezető figurája volt, 1800-ban költözött Németországba, Brünnbe, ahol fiával és egy Hugo Sam nevű nemes emberrel 1820-ban egy hét természettudományra alapuló kutatóintézetet szerettek volna létrehozni, és erre pénzt gyűjtöttek. 1820-ban ez meg is történt, erre bizonyító értékű alapító okiratok vannak. Ennek a hét tudománynak az egyik alap pillére volt az öröklista, vagyis a genetika. 1815-től 1820-ig, illetve 1821-ig Christian Karl André Brüni távozásáig ennek a három embernek, Festeti Imrének, Andrénak és Hugo Sámnak a levelezéseit a Metternichi titkos rendőrség figyelte, felbontotta és róluk riportokat írtak, amik jelen pillanatban a bécsi archívumban felelhetőek, olvashatóak, kutathatóak. Sajnos 1927-ben egy tűzvészben ezen iratok nagy része elégett, de az iratok tanulmányozhatóak, szkennelhetőek, illetve lézerszkennelő technológiával és kézírás felismerő szoftverek segítségével ezeket az iratokat el lehet olvasni. Császári pecsét található ezeken az iratokon. Christian Karl Andrét, a császár első Ferenc személyesen távolította el pozíciójából, illetve vetett véget a kísérleteknek. Egy másik Christian Karl André által szervezett illetve szerkesztett folyóiratban császár ellenes kommentek miatt, ez a Hesperus szaklap volt, ezért 1820-ban minden ilyen jellegű tanulmány, illetve minden ilyen jellegű törekvés, ami az öröklés megismerésére vezetett volna, Brünnben abba maradt. Christian Karl André Stuttgartba költözött, Festeti Imre pedig a témával kapcsolatban senki más, aki részt vett ezekben a kutatásokban, ez legalább 16 kutatót jelentett, ezzel kapcsolatban soha senki nem nyilatkozott, illetve mindenki tudományos miszticizmusnak és badarságnak tartotta ezeket a dolgokat. Egészen 1848-as forradalom után egy új szerzetest, Cyril Nepet nevezték ki a brüni apátság vezetőjének, aki újra felvetette ezt a kérdést, és a keresztény, illetve vallási nézeteknek ellentmondó
örökléstani kísérleteket szerette volna folytatni. Mind ő, mind pedig Len Nestler hivatkoztak Festetics Imre munkásságára, viszont már sokkal előzékenyebbek voltak, és egy szerény, viszont vallásos szerzetest kerítettek a munka elvégzésére, aki ezeket a kísérleteket folytatta, és 1865-ben sikerrel járt. A természetfilozófiai korszellem nem kedvezett tehát a kísérletes természettudományoknak. A kor tudományossága még egyáltalán nem volt felkészülve, sem filozófiailag, sehogyan a genetikai gondolat befogadására. Ezért Festetics és Mendel egyaránt hosszú időre feledésbe merült. Festetics 1819-es gyakori keresztezési kísérletei révén máig érvényes elméleti következtetésre jutott, a dominancia és szegregáció, és felismerte a fiziológiai és genetikai kutatások lényegi különbségét. Bizonyította a belső tényezők meghatározó jellegét az öröklésben, és a tudományok történetében elsőként használta a mai értelemben a genetikai törvények szakkifejezést. Filozófikus szemmel nézve Festetics Imre munkásságában talán a legfontosabb, hogy felismerte a genetika információ elsődlegességét a környezeti hatásokkal, energiaforgalommal szemben. Ennek a felismerésnek a filozófiai vonatkozásában Hankis Elemér utolsó cikke nagyon fontos. Festetics Imre nem kalandozott ugyan soha a filozófiai területekre, de felismerésének filozófiai vonatkozásai itt és most kötelességünk felhívni mindenki figyelmét. Köszönöm szépen!